Mindenkinek azt kívánom, hogy minél többen tudjanak részt venni ebben a pályázati folyamatban, hiszen ezt a topos pályázatot kifejezetten a civilek számára írták ki. Megtelt a polgármesteri hivatal tárgyalója a civil fórumra, ami jelezte, nagy szükségük van a támogatásra a non-profit szervezeteknek. A Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió is szeretne minél jobb körülményeket biztosítani a modern táncot tanuló kicsiknek, ezért érdeklődik a pályázati lehetőségek iránt. A pályázatokra nagyon nagy szükség van, és én igyekszem élni is a pályázatok lehetőségével, úgyhogy amikor olyan íródik ki, amiben részt vehet az Egyesület, akkor mi jelentkezünk is arra általában. A településfejlesztési operatív programon belül összesen 180 millió forintra pályázhatnak a non-profit szervezetek. Végre megnyílott egy olyan pályázati csomag a topos forrásokon belül, melynek keretében a civil szervezetek is korábban talán soha nem látott összegű pályázati forráshoz juthatnak. Két pályázati csomagról is tudunk beszélni, az egyik az kisebb léptékű infrastruktúrális fejlesztéseket, közösségi házak, terek felújítását, bővítését teszi lehetővé. Jelentős forrás nyerhető kulturális vagy éppen szabadidős programok, továbbá azokhoz kapcsolódó képzések megvalósítására is. A pályázatokat január 15-éig lehet benyújtani. Egy szervezet, ami lehet akár alapítvány, egyházjogi személy vagy éppen szociális szövetkezet, több kérelmet is beadhat, de csak egy tevékenységre nyerhet támogatást, amelynek a mértéke 2-től 20 millió forintig terjed.